Barátságos szobák, tágas közösségi terek, így néz ki az Óbudai Egyetem felújított Kandó Kálmán kollégiuma. Az épületet hivatalosan csütörtökön adták át, a hallgatók azonban már a szemeszter elején beköltöztek a kollégiumba. A ház egy épület, az otthon egy érzés. A Kandó Kálmán kollégiumi már 400 hallgatónak nyújtja azt a lehetőséget, hogy egyetemi évei alatt a 21. század körülmények között a Bécsi úton otthon érezze magát benne. A 10 éve bezárt és most újra nyitott 7 emeletes kollégium a pincétől a padlásig megújult. Teljesen átalakították a gépészeti rendszert, megszépült a homlokzat, új társalgókat, tanulószobákat hoztak létre az épületben. Ezen kívül konditerem és több számítógéplabor is várja a hallgatókat. Ebben az létesítményben 150 szoba áll a hallgatók rendelkezésére, ezek kétágyasok, illetve háromágyas elhelyezést biztosítanak. Minden szoba rendelkezik saját fürdőszobával, illetve főző lehetőséggel, kis konyhasarokkal, hűtőszekrényel, közös mosási lehetőség, mosószobákban, illetve közös konyha lehetőség, ahol közösségi életet is lehet élni. A 8000 négyzetméteres kollégium széles körű összefogás eredményeként születhetett újjá. Itt volt egy fejlesztési terv, amit a polgármester támogatott, a rektor és a kancellár asszony generált, a főpolgármester kiemelten segített mindig, és hát van egy pénzügyminiszterünk, aki pedig lehetővé tette, hogy ez megtörténjen. Az Óbudai Egyetem 260 millió forinttal, a kormány pedig több mint 3,4 milliárd forinttal járult hozzá a beruházáshoz. Ha van jövője egy országnak, az biztos, hogy az oktatásban van, a felsőoktatásban is. A kutatásfejlesztés, az innováció tud bennünket továbbvinni, tud további lendületet adni a magyar gazdaságnak. Ezért volt számomra kiemelt jelentőségű az, hogy ennek a kollégiumnak a megépítése befejeződjön. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Óbudai Egyetem méltán a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények egyike, amely valódi tudásközpontként kapcsolatot teremtett a tudomány és az iparvállalatok között. Az egyetem az elmúlt években versenyképessé vált az oktatás, kutatás és az innováció területén. Szükségünk van az ilyen egyetemekre, ezek a jövő zálogai, jó felkészült szakembereket képezzenek itt, és ugyanilyen fontos az is, hogy mindaz, ami itt folyik az egyetemen, az valamilyen módon kapcsolódjon a gazdaság elvárásaihoz és kihívásaihoz. Szeptembertől egyébként több mint 3200 hallgató kezdhette meg tanulmányait az Óbudai Egyetemen.